Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a Blockchain Bloom magyar nyelvű csatornája. Ma mai videóban arról fog mesélni, hogy a Bloomberg is beállt a bitcoin támogatók mögé. Szerintük is nagyon jól fog teljesíteni idén a bitcoin. Azt mondják, hogy még idén rekordot dönt, és 20 ezer dollár fölött lesz az értéke, és ugye ők egy elég jelentős szereplői a pénzügyi piacnak. Aztán beszélek arról, hogy tegnap megérkezett az új Bitcoin Core Code, ami egy olyan funkciót is tartalmaz, amiben még jobban ö, decentralizáltabbá tehető a bitcoin, ami ugye alapból ez az egyik fő előnye, de ezt még tovább fejlesztették, elmondom, hogy hogyan. Valamint ö, 5000 e-mailt loptak el a Coinsquare-től, ami egy ö, kriptovaluta váltó, és feltételezések szerint ezt ilyen szimcserés támadásra használhatják majd fel, Arról fog beszélni, hogy ha olyan verifikációt használsz, hogy a telefon számodra kapod meg, akkor miért ne ezt használd, és mit használj majd helyette, hogyha bármilyen kriptovaluta tranzakciót végzel. Nos, ezek lesznek a mai videóban. Ha pedig még nem iratkoztál fel a csatornára, mire vársz? Érdekelt a blockchain, a bitcoin és egyéb kriptovaluták világa? Minden nap friss videóval jövök, hétfőtől péntekig, és általában ezeket evidődő táján teszem föl, de mindenképpen nyom meg a kis harangot is, miután feliratkoztál, hogy elsőként kap meg a híreket. Most pedig nézzük meg a piacot, hogy néz ki. Azt mondja, egy kicsit elugrált itt a kép, menjünk vissza a legeleire. Na, Bitcoin. Bitcoin jelenleg 1,15%-os pluszban az elmúlt 24 órában, 9645 dolláron, aztán itt vannak a nyertesek, mindig jó a nyerteseket nézni. Hedge Trade 31%-os pluszban, Loopring 20%-os pluszban, Siacoin 16%-os pluszban, és nézzük meg a nap veszteseit. Nincsenek vesztesek, majdnem. Egyébként arra mondom, mert szerintem a kriptóban 2-3 os esés az semmi szinte. Szóval VeChain minusz 3 százalékon, minusz 3 és uh, NEM minusz 2 százalékon. Nos, ennyit a piacról, most pedig nézzük meg a Bloombergnek a véleményét, ugye ők azt állítják, hogy nagyon jól fog muzsigálni a bitcoin ebben az évben, ugye a Bloomberg alapjában egy nagyon jelentős szereplője a pénzügyi területnek, pénzügyi szoftverben abszolút number vanok, -ok, és a, egy ilyen média cégről lévén szó van nekik. Mi az Bloomberg News, tehát hírek, Bloomberg televíziójuk, van ezen kívül hírlevelük, van két magazinjuk, és még sorolhatnám. Tehát ők nagyon sok helyre eljutnak a pénzügyvilágba. És hogyha ők azt mondják, hogy a bitcoin, és ez a saját véleményük, tehát nem csak egy cikket tettek közé, hanem az saját elemzőik gondolják így, nagyon jól fog teljesíteni 2020-ban, és utána is, akkor az mindenképpen ad egy löketet a bitcoinnak, hiszen ez a hír nagyon-nagyon-nagyon sok emberhez elkerül, akik a pénzügyi világban érdekeltek. És itt van ez a cikk egyébként, ahonnan hoztam az információt, a Telegraphnak a cikke, és az feltételezik, hogy mindenképpen a bitcoin idén elérheti a 2017-es rekordot, ami nagyjából ugye 20 ezer dollár körül van, de akár még 28 ezer dollárra is ö, fölmehet. Azt mondják, hogy valahol ott vagyunk, ahol 2016-ban voltunk, és 2016 elejétől 2017 elejéig, mondjuk így január elejét nézzük, a bitcoin megduplázta magát. És utána ugye jött a bizonyos ominózus 2017-es év, amikor a bitcoin pedig szárnyolni kezdett, és az év végére elérte az új rekordot. Nos, most azt mondják, hogy olyan, mint hogy 2016-ban lennénk, és ezért ettől az évtől azt várják, hogy a halving után, hiszen 2016-ban is volt egy halving, a bitcoin akár meg fog duplázódni, tehát így fogja elérni ezt a bizonyos 20 ezer vagy a fölötti értéket. És ha követitek a videókat, akkor az elmúlt napokban már elmondtam, hogy számos nagy pénzügyi szereplő olyan befektetési csoport, mint a Grayscale, aki óriási iramba vásárol föl a Bitcoin. Aztán itt van a Bloomberg, az is beállt a Bitcoin mellé. Tehát ilyeneket nem láthattunk évekkel ezelőtt, hogy jelentős piaci szereplők azt mondják, híres befektetők, vagy akár befektetési társaságok, különböző csoportok, hogy igenis a bitcoin most már része a piacnak, benne, ebben is lehet gondolkodni, és a portfóliónak igenis legyen egy része. Szóval ez egy mindenképpen egy, egy, egy pozitív hangulatot teremt, és jó irányba viheti a bitcoint. Aztán, ha már bitcoinról beszélünk, akkor egy új korkód érkezett a tegnapi nap folyamán. Ez egyébként a 0,0, tehát 0.20.0. Igazából megnézzük, még nincs is első, ez még mindig az első alatt van a bitcoin corecode. És nem mennék be így nagyon-nagyon mélyen, de van egy új funkció, amit ez a. ES Map, vagy ez Map, nem tudom pontosan, hogy hogy mondják, használ. De egyébként ez nem más, mint az ES, azaz Autonomous Systemnek a rövidítése, ami az autonóm rendszert jelent, és egy térképet csináltak erre. A lényeg az lenne, hogy vannak a nódok, a csomópontok, és eddig megengedte azt a rendszer, hogy akár a csomópontok földrajzilag, aránylag egy helyen is lehettek, és ugye ez kevésbé teszi centralizáltá, a decentralizáltá, decentralizáltá a rendszert, szép hosszú szó, hanem inkább tényleg központosította egy picit, hiszen így előfordulhat, hogy mivel közel vannak egymáshoz, nehogy ez valami gondot okozzon, ugye pont az egész bitcoin rendszernek a lényege, hogy minél jobban szétlenül osztva, minél jobban decentralizált legyen. És ennek a térképnek a segítségével meg tudják azt csinálni, hogy a csomópontok ne lehessenek egy helyen, hanem tényleg szétszórva legyenek a világban, még közös fizikailag se legyenek közel egymáshoz, és ezzel a bitcoin rendszere még jobban decentralizált lehet. Na jó, ez egy kicsit technikai dolog volt most, de a bitcoin szempontjából ez mindenképpen egy pozitív dolog, és jó kis frissítés, újdonság. Aztán amiről most még beszélni akartam, az a, ez a bizonyos 5000 e-mailnek az ellopása, ami a Coinsquare-nél történt, ők egy kanadai kriptovaluta váltó, és ez nem most volt, hanem már 18 hónapja, de most került a felszínre, és azt feltételezik, hogy ezeket az adatokat lehet, hogy ilyen színcserés támadáshoz használják majd fel. Szóval először is, hogyha bárkinek volt bármilyen a kanadai váltón a Coinsquare-en az elmúlt 18 hónapban, akkor azt tartsa észbe, hogy lehet, hogy az adatai kikerültek. Viszont egyébként is azt mondanám, hogy ez ki tudja védeni ezt a támadást azzal, hogyha a különböző kriptovalutás tranzakciókhoz nem telefonszámos jóváhagyást kér, tehát nem telefonszámára SMS-ben kapja meg, hanem Igazából ezt nem is ajánlanám senkinek, nem egy biztonságos rendszer. Ha a hacker fölhívja a szolgáltatót, és valami alibi dumával kidumálja magát, hogy ellopták a telefonját, és egy szeret, vagy egy új számot kér, szimcsere, akkor ez nagyon sokszor már megoldható volt a történelem folyamán, és innentől kezdve ő fogja kapni az SMS-eket, és nem te. Szóval, amit javaslok, az itt a különböző authenticator tehát ilyen a OT vagy a Google Authenticator, és ez a fajta hitelesítés, mert végig egy hitelesítők, arról szól, hogy letöltesz egy applikációt a telefonodra, mondjuk vegyük például ezt, amit itt látsz a képernyőn, ez a Google Authenticator, és itt kapsz egy számot itt, amit homályosan van téve, itt különböző kriptovaluta váltók szerepelhetnek például, vagy az e-mail címet is szerepelhet, hogy a mondjuk Proton van, amik a Proton lehet, hogy az ot használja egyébként. És tehát mondjuk itt lehet a Binance, itt lehet a Kraken, a Coinbase, és Hogyha bármilyen tranzakciót azokon a kriptovaluta végzel, akkor a jóváhagyást ugye nem SMS-ben kapod meg, hanem föladja, hogy akkor hagy jóvá a telefonod applikációján lévő hatjegyű kóddal, amennyiben ez a Google Authenticator, és ez a kód körülbelül percenként változik. Tehát ez egy igencsak biztonságos, sokkal, de sokkal biztonságosabb, mint SMS-ben megkapni a jóváhagyást. Tehát, hogy eddig azt használtad volna, egyébként is javasolnám, hogy térj át erre, mert ez, ez tényleg sokkal jobb. Nos, ennyit szerettem volna mára, hogyha még nem iratkoztál fel a csatornára. Itt az idő, most vagy soha, ugyanis hétfőtől péntegig én szállítom minden nap friss videó itt a Youtube-on, és tessék megnyomni a csengetyűt is, mert akkor kapjátok meg azonnal a videókat, és ugye a friss híreknek a lényege, hogy rögtön ott legyen nálatok időben. Ezeket nagyjából evid időtájt teszem föl. És mivel azt mondtam, hogy hétfőtől péntekig minden nap jövök, így hát jövök holnap is. Mindenkinek szép napot kívánok, és holnap ismételten találkozunk. Sziasztok!